vértörpiros az olt vize. Szentmisével és a bukovinai falvakat jelképező keresztek koszorúzásával vette kezdetét a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének közgyűlése. A kismányoki székelyporta után Bonyhádon folytatódott az esemény, ahol ünnepélyes keretek között avatták fel a 10 férőhelyes szálláshelyet, valamint a nemrégiben elhunyt Lőrinc Aradárné népi iparművésztől elnevezett emlékszobát. Az értékeinknek egy újabb szimbólumaként nyílik meg a Lőrinc Aladárnéról, Molnár Vilmáról elnevezett szövőszakkör helyszíne, ez a szövőműhely, ahol az ő munkái vannak, az ő általa elindított szövőszakkörnek az eredményeit lehet látni a falakon, oklevelekben, vagy akár a félbehagyott szőttesekben, és az ő férjének, Lőrinc Aladárnak a kezemunkáját dicsérik, mindazok az osztováták, vagyis szövőszékek, amelyekkel be van rendezve ez a szövőműhely. Az összetartozás fontosságáról beszélt Filóné Ferenc Ibolya, a Bonyhád polgármestere is. Illés Tibor, a szövetség újjáválasztott elnöke azt mondta, a most átadott házrészek tovább erősítik a kapcsolatokat. Illés Tibor azt mondta, a következő két esztendőre kell meghatározni a szövetség előtt álló feladatokat. Ilyenkor történik a leosztása a feladatoknak, hiszen a programon belül vannak akár Bukovina Fesztivál, kihelyezett programjaink vannak, amit ugye ilyenkor tulajdonképpen fölvállalnak, illetve hát szeretném, hogy most már nem csak ezt az évet, hanem tulajdonképpen a következő évet is belevennénk, mivel a pályázatok is úgy működnek, ugye, hogy most már ugye most hát meg elhatározzuk, hogy illetve vállalnak, de már a pályázatnak már ugye korábban már ki lett írva. Tehát ezért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen akkor most két évre határozzuk meg, hogy időben tudjanak fölkészülni a tagegyesületek. Nem véletlen, hogy erre az időre szervezték a programokat, mondta Illés Tibor, hiszen ez volt a legközelebbi dátum a Madéfalvi Veszedelem évfordulójához, melyek megemlékezése folytatódik Madéfalván a szövetség vezetése és Bonyhád város részvételével.